folytatásban irodalommal foglalkozunk. Grecsó Krisztiánt legújabb Lányos apa című kötetéről kérdeztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A szerző többek között a fiatalok olvasáshoz kötődő viszonyáról, családi történetekről, illetve transzgenerációs traumákról is vallott. Tudom, hogy talán az írással hamarabb barátkozott meg, mint magával az olvasással. Ezt hogyan látja, mondjuk hogyan lehet bevonni az olvasásba a fiatalokat, a gyerekeket, akár a kreativitáson keresztül? Mindenek előtt azt gondolom, hogy arra nagyon kell vigyázni, hogy ne érezzék magukat megalázva és kirekesztve. Tehát, hogy a nagy művek tisztelete az ne legyen egyenlő azzal, hogy hogy a diák megalázva érzi magát. Miről beszélek? Arról, hogy ő hite szerint beszél egy nyelvet, hite szerint tud olvasni, ehhez képest elolvas egy verset, vagy elolvas egy szöveget, és egy mukkot nem ért belőle. Ellenben azt hallja, hogy az a szöveg remek, attól a szövegtől neki meg kellene hatódnia, az a szöveg őt valamilyen módon provokálnia. Tehát hogy működnie kéne, tehát, hogy interakciónak kéne lennie. És nem, hogy ez nincsen, hanem még a befogadás minimuma sem. És én mindig azt mondom, hogy szerintem most szentségtörés lesz, amit mondok, még az általános műveltségnél is fontosabb az, hogy a gyerek ne veszítse el az olvasási kedvét. Ne veszítsük el, mint befogadót. Én szerintem nem az lenne a fontos, hogy találkozzon Szofoklészszel 14 évesen, vagy hogy az a csodálatos tétel, hogy hasonlítsa össze Móricz Zsigmond és Mikszáth Kálmán parasztábrázolását, az ne kergessen el generációkat ettől a két remek írótól, hanem, és akkor itt jön a hanem azt a őrületes motort, ami benne van a gyerekben, az egót, azt használjuk. És azt mondjuk, hogy édesem, mi kíváncsiak vagyunk rád, mondd el, ki vagy te. Írd meg, fogalmazd meg, írjál róla dalt, írjál verset. Ja, és egyébként is csak erről egyébként, ha már most szó esett arról, hogy mit jelent az. Írtak ám mások is, nézd csak, hogy ő hogy írta meg. Tehát, hogy ő felőle indulva, ő vele törődve, és a művészeteket, mint egy segítségül hozva, hogy tényleg meg akarod tudni, hogy ki vagy te? Tényleg akarod tudni, mi zajlik benned? Akkor tudunk erre szöveget mutatni, hogy mi az, ami tükröt tart eléd. De ugye addig, amíg ez lexikális adat, és amíg a szöveg befogadásánál fontosabb maga a szerző, tehát addig nagyon, nagyon problémás lesz ezt a generációt, akik ennyire függetlenek. Ennyire másképp fogalmazzák meg magukat, ennyire az internet által, a internet legkülönbözőbb bugyrai által befolyásoltak, őket szerintem nem, hogy középiskola után veszítjük el az olvasástól, már középiskolában. Tehát, hogy ezek hatalmas veszteségek, az a generáció, aki így elveszik, az visszahódíthatatlan. Tehát soha többet nem lesz belőle olvasó. Ha már fiatalok is irodalom, ugye a gyermeke gyakorlatilag a muzsája a könyve kapcsán. Ő hogyan viszonyul az irodalomhoz, bár még kicsi, de mégis milyen könyveket, milyen köteteket forgat? Úgy tudom, talán Szabó T. Anna nagy kedvence. Igen, Szabó T. Anna nagy kedvence. Nagyon szereti a verseit. Ugye a gyermeket szerintem nagyon kedves erőszakkal, de orientálni kell. Ugyanis ő a rózsaszín, szöveg nélküli, buborékfújós, matricás, akármi könyvet fogja levenni magától a polcról. Mert az rikít, szirénázik, mit tudom én micsoda. Miközben aztán otthon, ha már nem a könyvesboltban van, aztán történetet. Tehát ezt ne vedd elő, apa, mert ebben nincsen mese. Tehát, hogy egyszerűen csak az van, hogy nálunk úgy lehet könyvet venni, hogy egyet választhat ő, és egyet anya vagy apa.
És ugye általában, amit ő választ, az tulajdonképpen az az ördögnek tartozunk választása, mert általában azok matricás könyvek vagy akármicsodák, amit ő szívesen hallgat utána otthon, azt nyilván nekünk kell kiválasztani vagy odavinni. Őrült nehéz. És szerintem nem a tévé most már a veszély, tehát ez egy másik generáció, nem a... Tehát nekünk azt a küzdelmet, hogy egyébként az a készülék, ami ott van a lakásban, az még nem volt az ő életébe bekapcsolva, tehát ő még nem látta azt működni, az nem volt olyan nehéz. Nem is érdekli. De a mobiltelefon, hát az nagyon. És ugye abból is a kommunikáció, vagy a kommunikációnak álcázott vizualitás, ami ugye leszívja az agyat. Tehát mondjuk a különböző ikonok, ikonhasználat, mozgó ikon, akármicsoda, azt, tehát elterelni a figyelmét és azt mondani neki, hogy ezek a villózó ikonok helyett használd az agyad, és majd ott megy majd belül a film, hálás mikor megtörténik, de hát tényleg én azt kell, hogy mondjam, hogy egy közelharc. Minden alkalommal közelharc, és könnyű azzal jönni, hogy a mi generációban ez másképp volt. Sem mobiltelefon nem volt, se internet. Alig 25 évvel ezelőtt. Könnyű azt mondani, hogy akkor ezek a csábítások nem léteztek. Hát úgy könnyű volt neki ellenállni. Szóval nagyon, én szerintem ilyen szempontból ez a fajta tömegkommunikáció mindennek a vetétársa. Vetétársa a tévének, szóval nem csak az irodalomnak. Tanár kell az iskolába, közölte a szeplős. Egy elemim van, felelte Márton. A fogságban tanultam meg újra írni. A másik mosolygott. De oroszul beszélsz, mondta. És az kell. Márton megkapaszkodott az ajtó félfában. Mennyi nyomasztó találka, célozgatás, ostoba keresztkérdés, mind ezért a képtelenségért. Vett egy nagy levegőt. Amikor Justi mama 50 év múlva elmondta, mit felelt a nagyapám, nevetett. Hájas tésztát ettünk, hullott mindenfelé a porcukros sütemény. Mama meg csak úgy mesélt, nem volt egyetlen vádló gesztusa sem, ahogy kérkedni sem jutott eszébe. Én meg nem fogtam föl, hogy amit mond, mit jelent. Hogy a férje lehetett volna tanárember. Megbecsült, és így vagy új, de előbb-utóbb diplomás. Élhettek volna szebben, tisztességben, kényelmesen. Márton a szeplős szemébe nézett. Én azon a nyelven többet nem szólalok meg, felelte. Justika hallgatózott a résen nyitott konyhaablaknál, látta elsuhanni a bőrkabátokat. Márton visszajött, nem szóltak egy szót sem. És míg a nagyapám élt, nem került elő a téma. Márton többé nem kapott munkát sehol. Ha bekönyörögte magát napszámba, került liszt, sült kalács. Justika az évfordulókon elolvasott néhány levelező lapot. Aztán feltették a szekrény tetejére az egyre sárgább papírsalátát. Nem voltak se hősök, se mártírok. Csak két szerelmes ember. A könyve kapcsán azt nyilatkozta, nem fogom tudni pontosan idézni, hogy gyakorlatilag a gyerekeknek a szülők lesznek a traumái, vagy a traumáinak az okozói. Ez mit jelent pontosan? Én ezzel mokázni szoktam vele, mert inkább nevetek rajta, mint sírok. De ugye ez egy tulajdonképpen pszichológiai közhely. A Bruno Bettelheim fogalmazta meg ezt az Elég jó szülő című klasszikusában eléggé találóan. És ugye arról szól, hogy ugye mivel ez a legközelebbi viszony, ezért a legtöbb súrlódás nyilván ebben a legközelebbi viszonyban van. Tehát mindenféleképpen ugye a terheltség egy része, amely a múltból jön akár további generációkat, ezeket most divatosan transzgenerációs traumának mondják, vagy pedig a közvetlen érintkezésben a szülővel, ugye ezeket nyilván a legközelebbről kapja az ember. Én azt szoktam mondani viccesen, hogy a pszichológusok fizethetnének én nekem előre adót, mert én, mint szülő, okozom majd azt, ami miatt a gyerekem hozzájuk fog járni. De hát ha nem akarom elviccelni, akkor nyilván ezzel a kapcsolatban az a helyzet, hogy mindenkinek van édesanyja és édesapja, jó esetben, akkor nyilván nagyon jól tudja, hogy mennyi minden
a teljes világ azon a talapzaton áll. És hogy az a talapzat bizony egy ember, és az elmozdult, az akár olyan, amilyen. Úgyhogy ebben maximum valóban a Betlehem egyetét, maximum elég jónak lehet lenni, jónak már nem. Mit fogtok csinálni, amit a szüleitek? Ugyanazt a történetet százszor elmondjátok, nem azért, mert ne tudnátok, hanem mert az képes erre. És a családi emlékezet szerepe és jelentősége egészen más, mint mondjuk a kocsmai anekdóta szerepe. Azt gondolom, hogy mindaz, ami mi vagyunk, annak a mélységeit és annak a lehetőségeit sok generációra visszamenőleg hozzuk. Vannak most erre divatos elméletek, újabban ezt transzgenerációs traumának kell mondani. Nekem a család elnevezés sokkal jobban tetszett, de így se rossz. Az elmúlt évtizedekben nagyon megváltozott az apáknak a családban betöltött szerepe, ami azért egy nagyon pozitívum, azt lehet mondani. Hogyan látja az apák, mennyire mernek segítséget kérni a saját egyéni traumáikkal, félelmeikkel kapcsolatban? Szerintem semennyire. Ez az átalakulás még nagyon, nagyon kezdetleges állapotban van, és például ez nagyon jó kérdés, hogy ha gondjaik vannak, azt még nem, ugyanúgy nem fogalmazzák meg a férfiak, mint az egészségügyi gondjaikat nem merik kimondani, nem járnak szűrővizsgálatokra, nem kérnek segítséget, ugyanígy más problémákban sem kérnek segítséget. Na most ez azért nehéz ügy, mert ebben az átalakuló helyzetben mit is jelent ez az átalakulás? Azt jelenti, hogy leginkább a skandináv modellhez idomulva az apa aktívan részt vesz a gyermek életében. Nem csak kenyérkereső, nem csak tekintély, nem csak valamiféle háttérember, hanem a gyermek mindennapjainak aktív része. Ehhez azért még a munkaerőpiac nem idomult, ehhez azért még nagyon sok minden változás nem, tehát nincs fölkészülve a társadalom, miközben a levegő, a gyerekek habitusa, a minden, ami körülöttünk van, már ilyen. Na most azért nagyon sok hivatásnál ez még azt jelenti, hogy egy férfinak nagyjából szét kell szakadnia, a nők helyzete se könnyebb. De valahogy a nők sokkal okosabban és sokkal meggondoltabban tudnak beszélni magukról, és tudják a problémáikat megfogalmazni. Egy férfi általában nemhogy nem narrálja, megfogalmazni se tudja, hogy mi a baj. És mondjuk mi a baj akkor, hogyha aktívan jelen van a gyermek életében, ellenben elvesztette azt a fajta tekintélyt, amit mondjuk az apjától látott. De nem lehet mind a kettő. Ugye? Tehát akkor most mi van? Van egy modell, amit hozott, van egy modell, amit lát most, amit ő gyakorol, és a kettő között őrült feszültség van. És ráadásul én nem gondolom, hogy a régi modellekben minden rossz lett volna. Sőt, rengeteg minden nagyon jó dolog volt, ami most nincs. Például szerintem nagyon épületes, nagyon jó dolog volt, hogy a nevelés közösségi feladat volt, vagy jóval közösségibb, mint most. Ez ügyben volt tulajdonképpen egy ilyen szülői háló, ami mint a szociális háló ott feszült a gyerekek alatt, hogy ne essenek le. Na most, ha egy Eger méretű városban, mondjuk 1980-ban egy gyermek olyan dolgot csinált az utcán, ami nem volt illendő, a legtermészetesebb dolog volt, hogy egy felnőtt rászólt. És azt mondta, édesem, oda nem ásszál föl, azt a cigit talán neked még korai, és a többi. Tehát, hogy volt egy ilyen védő, ezzel együtt a gyerekeknek nem mindig tetsző, de fegyelmező háló. Most ez például teljesen kiment, és összetört, sejtjeire tört világok próbálnak egymás mellett létezni. Ez nem föltétlenül épületes, tehát én nem azt mondom, hogy minden jobb, sőt, csak alakul. A családi emlékezet nem egy leltár, és nem ilyen szempontból fontos, hogy bezárt múzeumokhoz hasonlítsam, vagy múzeumi raktárakhoz. Mert ugye kamaszok egyébként nagyon dacosan szoktak lenni, nem egyszer, amikor így megkérdeztem, hogy ki tudja, hogyan így cselekedtek a nagyszülei, akkor visszakérdeztek, hogy mire lenne az jó. Még kell azt nekem tudnom. Hova vezet ez? És még azt is számon kérte nagyon dacosan egy miskolci fiú, hogy azt hiszem, hogy ha tudok ilyen történeteket, akkor majd jobban csinálom, mint a szülők vagy a nagyszülők, hogy okulok a példából. De hogy nem, picit sem gondolom azt, sőt,
még csak azt sem gondolom, hogy adott helyzetben ne lépnék bele ugyanabba, tehát hogy képes lennék kikerülni egy csapdahelyzetet, mert nem vagyok képes kikerülni. Amit nekem adott az, hogy elkezdtem a család múltjával foglalkozni, csak arról tudok beszámolni, általános igazságokról nem, de abból kettő biztosan nagyon fontos, amit nekem adott, és talán lehet belőle használni valamit. Az első, én nem tudtam, hogy ennyi indulat, fájdalom, keserűség és harag van bennem a családtagjaimmal szemben. Azokkal szemben, akiket szeretek, akik a legközelebb állnak hozzám. És ha elkezdtem felgöngyölíteni a történeteiket, ezek azért sokszor tragikus, esendő, nehéz történetek. Elbuktak, kudarcot vallottak, hamar meg, szóval nem egy egyszerű család. És általában az nem is szokott egyszerű lenni soha. Hogy ezekben a történetekben rengeteg motivációt, helyzetet megértettem, de nem az a lényeg, hogy én megértettem-e azt, hogy ő honnan jött, hova. Mert ugye egy család az így is, úgy is egy olyan színház, ami a színháznak egy paradoxona, ahol mindenki főszereplő. Nem lehet, a színházban nem lehet mindenki főszereplő. Itt a családi színpadon mindenki az. És ebben a helyzetben esetleges, hogy azt hiszem-e, hogy van-e bennem empátia, vagy nem. De az, hogy ezeket a haragtüskéket ezzel az állítólagos empátiával képes vagyok kezelni, és képes vagyok megbocsátásra, ami az egyik legfontosabb isteni tulajdonság, az már egy nagyon-nagyon szép dolog.